Tekintettel azonban arra, hogy az igények elérték a 200 milliárd forintot, a regisztrációt le kellett állítanunk, így 214 vállalat regisztrációja félbe maradt. Azonban számunkra mindenki fontos, minden Magyarországon működő vállalat, minden magyarországi munkahely fontos, ezért úgy döntöttünk, hogy ennek a 214 vállalatnak, akinek a regisztrációja félbeszakadt, szintén megadjuk a lehetőséget arra, hogy befejezzék a regisztrációjukat, és egy második körös regisztrációban részt vegyenek.